Az isztambuli egyezmény ratifikálásáról volt szó, annak elfogadásával vagy sem a tegnapi parlamenti bizottság ülésen. Ezzel kapcsolatban vendégünk Antoni Rita, Nőkért Egyesület elnöke. Jó reggelt kívánok! És őszintén szólva, én férfiként nem értem azt, hogy ez a dolog, ez a probléma, ez a ratifikálás még miért nem történt meg. Van-e bármilyen ellenérdek ez ellen, hogyha egy egyezmény, az isztambuli egyezmény, ez ugye a nők jogairól, illetve védelméről szól, csatlakoztunk, hogy akkor mi akadálya van annak, milyen érszót ellen, hogy ratifikáljuk. Nézők kérdésért, mielőtt belemegyünk a részletekbe, tehát egy olyan egyezményről van szó, amely hatékonyan megelőzi, kezeli és szankcionálja teljesen holisztikusan a jogrendszer és az intézményrendszer és a magyar társadalom számos olyan területébe beavatkozva a családon belüli erőszakot, amely az egyetlen, ami lehetőséget ad arra, hogy ezt a komplex problémát egy ország kezelje. Amiről egyébként már beszéltünk bővebben a héten egy másik interjúban, és elég sok súlyos dolog derült ki. Aláírnunk, és ezt nem sikerül ratifikálnunk, és nagyjából 7 milliárd forintért megvalósítanunk. Volt egy bizottságülés, hogy a Tamás elmondta, mi az aktuális probléma azzal, hogy ezt megcsináljuk. Ezt mi sem értjük, hogy mi az oka a ratifikációval való késlekedésnek. Tegnap az igazságügyi bizottsági ülésen rendkívül érdekes indokok hangzottak el. Na. Például ugye megtudhattuk, hogy egy munkacsoport állítólag már közel 3 éve dolgozik a ratifikáció előkészítésén. Csodálatos, ez mind nagyon szép, ez nagyon örülünk neki, csak én nem tudok olyan női civil szervezetet, akik ott ülnének, mint partnerek, szakértők ebben a bizottságban. Egyetlen egyet se tud. Én nem tudok rá. Lehet, hogy van valamilyen titkos áldozatvédő szervezet, akiről eddig nem hallottunk, és velük konzultálnak, de mi erről nem tudunk. Az anyagot és megkapták, amin ez a bizottság 3 éve, ez a testület dolgozik? Dehogy kaptuk. Aha. Szél Bernadett megpróbálta kikérni, és azt a választ kapta, hogy ezek titkosított dokumentumok. Tehát, titkosított dokumentumok. Hogy valószínűleg annyira ég a kezük alatt a munka, hogy ez már annyira titkos. Azt a választ kapta az isztambuli egyezmény ratifikációjával kapcsolatos 3 éves kidolgozásra, hogy titkos? Igen. Igen. Tehát ez egy nagy hordozó probléma, hogy államtitoknak kell minősíteni, de ezt komolyan nem értem, mondom, még férfi szemmel sem, és a nők számára pedig nyilván még nagyobb probléma ez, hogy ha egyszer elfogadunk, erkölcsére kiállunk valamiért, az ország jelezte, hogy egyetért ezzel az isztambuli egyezménnyel és csatlakoztunk, hogy akkor ennek a jogi folyamata, hogy ezt ratifikáljuk, bár tudom, hogy a 43 országból még közel fele nem írta alá, vagy nem ratifikálta, ugyancsak ennek ezer oka lehet, tehát mi csak foglalkozunk Magyarországgal. Mégis valamilyen konkrét érvek elhangzottak ellene, mert ha jól tudom, nem szavaztak ellene, viszont tartózkodtak a kormánypárti képviselők. Persze, hát az már nagyon rosszul nézett volna ki, hogyha ott a sok civil aktivista keresztüzében még azt mondják, hogy nem. Meg ez nem egy trendi, ugye már ez a nézet, hogy nincs olyan politikus, aki azt mondaná, hogy én egyetértek a családon belüli erőszakkal. Tehát, hogy természetesen ők elítélik a családon belüli erőszakot. Sőt, a Fidesznek volt képe a YouTube csatornáján tegnap egy olyan videót megjelentetni, hogy a Fidesz támogatja az isztambuli egyezmény kihirdetését. Csak azt a amikor, igen, igen, tehát, hogy amikor lekaszálták ezt a javaslatot. És nem először, mert hogy nem ők támogatják. Hát ők úgy állították be, hogy ők támogatják, csak és a Szél Bernadett és a Szelényi Zsuzsa részéről ez csak egy PR akció, hogy ők folyamatosan nyomást gyakorolnak az igazságügyi bizottságon keresztül a kormányra. Tehát és a saját még politikai érdekeik miatt szeretnék a családon belüli erőszak áldozatainak valamit segíteni. Tehát, igen, tehát hogy azért álltunk mi is a szakadó esőben, azért jöttek ki ők is hozzánk, tehát hogy ez ugye elképzelhetetlen, hogy mi az áldozatoknak szeretnénk segíteni, tehát ez persze politikai akció. Lehet, hogy a dologban vagy emögött anyagi érdekeltség, vagy ellenérdekeltség, hogy ezt a 7 milliárd forintot sajnálják erre a célra, ugye a létesítmény és egyéb háttér megteremtésére? Elképzelhető, hogy még ezt az összeget is sajnálják, pedig amennyit luxus beruházásokra fordít a kormány, hát én nem gondolom, hogy ez egy olyan irreális összeg lenne, ez a 7 milliárd, amivel el lehetne indulni a ratifikáció útján. Én úgy gondolom, hogy a berzenkedés oka inkább ideológiai. Tehát az attitűd, amivel a politikusok többsége közelít a bántalmazott nők problémájához, az nagyon érződött tegnap a bizottsági ülésen. Hogyan? Is. Hát be
lehozták a néma tanukat, az áldozatokat szimbolizáló piros nane sziluetteket, és a kormánypárti politikusok rögtön, tehát ugye jót röhögtek, hogy még termék megjelenítés is van rajta. Azért, mert a, igen, hogy még ter, azért, mert hogy a nane szponzorának a neve szerepel a bábukon, és hogy közben, hogy a 35 éves nőt a férje leszúrta, elásta a holt. Tehát hogy az nem számít, tehát hogy nem, nekik azt tűnt föl, hogy termékleírás van a bábukon. Olyan ott álltam így a telefonommal, így rögzítettem az eseményeket, és ott olyan jót röhögtek, tehát hogy ez tényleg olyan vicces, hogy egy nőket megölnek. Ezt és tudod, ez azok a sziluettek, amiken rajta van a sorsa, azoknak a konkrét szerepelnek rendszeresen. Asszonyoknak is gyereknek. Hogy azon zúgolottak egymás közt, hogy persze, hogy mert hogy a férfi áldozatokról nem egy szót az isztambuli egyezmény, egyébként azzal kezdődik, hogy férfiak is lehetnek családon belüli erőszak áldozatai. Ugyanakkor az, hogyha keresztbe fekszünk annak, hogy a női áldozatokat segítsük, az nem ment meg egyetlen férfi áldozatot sem. Ez biztos. Ha már az ideológiát említette, mint esetleges háttérben meghúzódó okot, ugye az anyagiakról már beszéltünk, aktuális dolog, ugye itt van Putyin elnök és Oroszország állásfoglalás ebben az ügyben, ugye egyértelmű az elmúlt napok hetek híre volt, hogy a családon belül erőszakot. Kicsit visszavettek a büntetésekből, hogy ez lehetséges, hogy valami hasonló ideológia alapban, persze költői a kérdés, mármint a magyar kormány és az orosz kormány nézetei között ebben csak az ügyben. Csak nem fogjuk felszámolni például a távoltartást. A dekriminalizáció azért remélem Magyarországon nem lesz, bár az is arcpirító volt, hogy a tegnapi bizottsági ülésen a kormánypárti politikusok azzal verték a mellüket, hogy az ő kormányuk alatt lett a családon belüli erőszaknak önálló törvényi tényállása. És mondták ezt fontos. Úgy, hogy igen, hogy jó, fontos, ismerjük-e? De... Ott álltunk mögöttük, ott ültünk körbe, mi azok az aktivisták, akik hosszasan nyomást gyakoroltunk, hogy ez megtörténjen. Tehát 4 évvel ezelőtt ugyanígy szakadó esőben, csak akkor a változatosság kedvéért havas eső volt, ugyanúgy ott álltunk a tábláinkkal az EMMI épülete előtt, és hogyha ez nem történik meg, akkor a Balogh Zoltán nem fogadja a Virt Juditot, és még a legveszélyesebb elkövető, a volt partner sem kerül bele a lehetséges elkövetők körébe, tehát akkor csak együtt egyház tartásban élőkre korlátozódott volna. Ez az így is többsebből vérző törvény. Nagyon-nagyon fontos, igen, az ördög a részletekben van, hogy egy ilyen paragrafusban kik szerepelnek potenciális elkövetőként. Hogyan tovább most? Miben látják az előrelépés lehetőségét ezek után, hogy és mennyi időre meszelték? Hát én úgy gondolom, hogy ők biztos arra játszanak, hogy majd megunjuk, elfáradunk, hazamegyünk, hát nem fogunk hazamenni. Tehát, hogy addig folytatjuk a nyomásgyakorlást, amíg meg nem történik az isztambuli egyezmény ratifikációja, vagy ha annyira várni akarnak a ratifikációval, mert hogy ugye azzal indokolják, hogy azt elő kell készíteni, akkor szeretnénk látni ezeket a bizonyos előkészítők. Igen. Azt hadd kérdezzem meg, ön ismeri a nemzetközi nő és gyerek védelmi mozgalmak történetét. Hogyan lehetne emellé olyan társadalmi összefogást állítani emögé, az ügy mögé, ami nem csak pár civil szervezet nyomásgyakorlásának és esőben átsorgásának tűnik, hanem egy olyan össztársadalmi problémának, mint például az egészségügy helyzet, és ugyanezt a kérdést fel tudtuk tenni, hogy mindenki szenved a magyar egészségügyben, kivéve azokat a kiválasztott kiváltságosokat és vipeket, akik nem. A családon belüli erőszak ugyanez, nem egy társadalmi réteg, vagy valami osztály, vagy egy megye problémája, hanem össztársadalmi. Nehéz megérteni, hogy miért nem lehet ezt kihozni. Hát ez nem egy népszerű téma, tehát hogy az emberek többsége úgy érzi, hogy őt ez a probléma nem érinti, az áldozatok pedig nem biztos, hogy mindig vannak egy olyan helyzetben, hogy ők kiálljanak és tiltakozzanak. Pedig az Európai Unió legutóbbi reprezentatív felmérése szerint jelenleg a magyar nők 6%-a él olyan kapcsolatban, ahol most is bántalmazzák, és a magyar nők több mint egy negyedét érte élete során valamikor legalább egy alkalommal fizikai vagy szexuális erőszak. De mégis a társadalmi szemléletünk olyan, hogy ezzel de nem divat kiállni, tehát hogy mindig ez egy réteg problémának tűnik. Viszont azt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy attól, hogy nem veri egy 10 000-es tömeg a parlament kapuját, hogy azonnal ratifikáljátok az isztambuli egyezményt, attól még a politikusok felelőssége az állampolgárok iránt attól még fennáll. Tehát nem csak akkor kell egy intézkedést meghozni, hogyha 10 000-es tömeg döngeti a parlament kapuját. Nagyon köszönöm.
köszönöm, hogy ezt elmondta. Igen, ez korrigálja a kérdésemet, mert a felelősséget és az ügy jelentőségét semmilyen módon nem kéne, hogy befolyásolja az, hogy tízezrek vannak-e az utcán, vagy hogy ezt valaki a törvényhozásban érzi, hogy ezt meg kell tennie. És a tudatosságnövelő kampányokat, azokat pont, hogy az isztambuli egyezmény is előírja. Tehát, hogy ez egy ilyen kölcsönhatásként működhet ez a folyamat is, hogyha több a tudatosságnövelő kampány, többen hallanak arról, hogy a családon belüli erőszak nem normális, és nem szabad tűrni, és kérjen segítséget, akkor többen is. Hát, ha nézték sokan ezt a ma reggeli beszélgetésünket, és talán terjed ez a gondolat. És a következő országos plakátkampány az áldozatok védelméről fog szólni. Hát, nagyon örülnek. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt volt.